Köszöntöm nézőinket! A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én. Annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekén a himnusz kéziratát. Az évforduló kapcsán a járványhelyzet miatt a polgármesteri hivatalban tartottak hétfő délután egy igazán szűk körű ünnepséget, melyen Pócsik József, a Bartos iskola igazgatója mondott verset, majd Campanelli Talabér Márta polgármester adott át elismerő okleveleket. Minden évben január 22-én tartjuk a Magyar Kultúra Napját abból az alkalomból, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le nemzeti imánk a himnusz kéziratát, kezdte köszöntőjét Campanelli Talabér Márta. A polgármester hangsúlyozta, a Magyar Kultúra Napján ünnepeljük továbbá nemzetünk megmaradását és kincseit, valamint ezek továbbadását is. Sok éves hagyomány, hogy ezen a napon ismerik el a város kulturális szakembereit. Idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából a kultúra területén nyújtott, több évtizedes, példaértékű és áldozatos tevékenysége elismeréseként oklevelet kapott Schwarzingerné Köves Kuti Zita és Farkasné Szász Marian, valamint szintén elismerő oklevelet vehetett át Éltető Erzsébet a 2015-ben megalakult Krúdi Gyula Kreatív Írókör klubvezetői tevékenységéért. A szűkkörű rendezvényen Pócsik József, a Bartos Sándor iskola igazgatója mondott verset. Túrmezei Erzsébet Fületlen Bögre című versét hoztam el dicséretetekre. Ma este elmosogattam éppen 8-ra. Rakosgattam a bögréket a polcra. Kettő van fületlen, de előről szépek. Egészen olyanok, mint a többi épek. Csak a fületlen részt hátulra kell tenni, és nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni. Most eszembe jutott sok fele barátom, hogyha képletesen fületlennek látom, úgy teszem-e őket életem polcára, hogy ne lássunk mindig arra a hibára, hanem csak a szépre, hanem csak a jóra. Mert csak ha így térek egyszer nyugovóra, akkor tesz el az igazságos Isten, ahogy a bögréket rakosgatom itt len, a mennyei polcra, nagy irgalmú szemmel, hátrafelé az én letörött fülemmel. Az esemény zárásaként a résztvevők megbeszélték a város kulturális intézményeit érintő, közeljövőben várható fejlesztéseket és beruházásokat. A koronavírus árnyékában elmaradtak a nagy tömegeket vonzó rendezvények, köztük az évelei bálok is. A hiányzó farsangi hangulatot többnyire otthoni kulináris élvezetekkel pótolják sokan. Hogy valójában mit is fogyasztottak a régi januári-februári lakomákon, hogy voltak-e kizárólag erre az ünnepre készített ételek, erről sajnos hiányosak az ismereteink. Az biztos, hogy sokat és sokfélét ettek, hiszen a sok-sok étel elfogyasztásától a következő év bőségét remélték. Az is biztos, hogy a farsang elengedhetetlen kelléke hosszú idő óta a fánk, amelynek mágikus erőt is tulajdonítottak. Például a szerémségben azért sütötték minden háznál, hogy a vihar el ne vigyen háztetőt. Az eredeti szalagos farsangi fánk, továbbá a rózsafánk, a forgácsfánk, csefánk, mind-mind a farsangi asztalok kedvelt csemegéje ma is. Új alkalmi sorozatunk első részében egyebek mellett ennek a finomságnak az elkészítését is nyomon követhetik a Hidasház háziasszonya Körmöc Judit jóvoltából. Ma farsangi ételeket fogunk főzni a Hidasház konyhájában. Utána néztünk a neten, hogy tulajdonképpen olyan, hogy farsangi étel, kimondottan olyan nincs is, talán csak a fánkfélék. Ebből is fogunk sütni ma. Inkább csak a tartalmas ételeket ették így régen az emberek tél végén, minél tartalmasabb, erősebb, hogy erőt gyűjtsenek a tavaszi nagy munkálatokhoz.
ebből választottunk most mi is. Hát lehet, hogy olyat, amit mindenki tud főzni, de nem baj, lehet, hogy van, akinek mondunk újat is. Kolbászos krumplileves lesz, aztán szezámos csirkemell sült krumplival, meg birsalma kompóttal és mézes mustáros mártással. Ezután pedig a farsangifán következik. Előre mondom, hogy ne kövezzen meg érte senki, lehet, hogy nem ez az egyedüli üdvözítő módszer, nyilván krumplilevesből is van rengeteg féle, ez az egyik a sok közül, amit ma itt főzünk. Az ételek elkészítését a farsangifánkkal kezdjük, azért, hogy amíg fő a leves, addig meg tudjon kelni a fánk tésztája. Én úgy szoktam kezdeni, hogy először ezt a fél kiló lisztet, mert általában annyiból szoktam készíteni, egy fél percig meglangyosítom a mikróba, azért, hogy könnyebben tudjon megkelni, minden hozzávaló jó, hogyha langyos. A meglangyosított tejből valamennyit beleöntök egy bögrébe, hát körülbelül olyan másfél decit. Teszek bele egy kevés kis cukrot, hogy könnyebben fölfusson az élesztő. És beleszórok, hát most nekem itt van szárított élesztőm van, de egyébként friss élesztőből is, lehet, hogy az még egy kicsit jobb is, de nekem nem szokott bajom lenni ezzel a szárított élesztővel, föl szokott futni. Egy kicsit elkevergetem, és egy olyan 5-10 percig hagyni kell állni, amíg felfut a langyos tejbe. Azt hangsúlyozom, hogy nem szabad forrónak lenni a tejnek, de hát ezt nyilván mindenki tudja. És akkor várunk egy kicsit, amíg fölfut. Addig viszont bele lehet tenni a langyos lisztbe 3 tojás sárgáját, amit már ide készítettem. A tojásfehérjét azt eltettem a hűtőbe, majd másra fogom elhasználni. Állítólag azért nem kell bele a tojásfehérje, mert az szárítja a tésztákat, így csak a tojássárgáját tesszük bele. A maradék tojásfehérjéket meg föl lehet használni habcsóknak. Én kókuszcsókot szoktam gyakran csinálni, vagy spórolós, böske, citromos szeletét, majd erre még a későbbiekben egyszer visszatérünk. Egy csipet só is kell bele. Nem sok, csak egy kevés. És hát azt mondják az okosok, hogy kell bele egy kevés kis rum, azért, hogy ne szedje magába annyira a zsiradékot. Mert most én elárulom, hogy csaltam egy kicsit, mert a rum rettenetesen drága, és ritkán tartunk itthon. Úgyhogy ez egy kis házi pálinkába föloldott rum-aroma, de szerintem tökéletes rum lett belőle, úgyhogy ezt is beletöltjük. És akkor még várunk egy icipicit, lehet esetleg a tésztájába is egy nagyon kevés cukrot szórni, nem sokat. A többi az ugye benne van a tejbe. És akkor várnunk kell egy kicsit, ameddig még fölfut az élesztő. Itt a farsang, még sincs bál, nem táncol a fakanál. Csak hópihék keringőznek, nyomában a fürke őznek. Busójárók tám még lesznek, szalmabábukat égetnek. Ezt a telet eltemetjük, s a sok rosszat elfeledjük. Közben fölfutott az élesztőnk, most ezt beleöntjük a liszt tojás keverékébe.
kevergetjük és még hozzáöntjük a többi tejet. Körülbelül olyan 3 decit langyosítottam meg. Majd kiderül, hogy pontosan mennyi kell hozzá. Ezt előre nem lehet azért látni. Azt mondják rá a régi öregek, hogy amennyit fölvesz, lehet, hogy ehhez majd még kellett keveset langyosítani. Elég nehéz ezt így előre eldönteni, hogy pontosan mennyi kell hozzá. Ilyenkor még egy kicsit keménynek tűnik a tészta, de majd ne feledkezzünk el arról, hogy dagasztás közben jön még hozzá az olvasztott faj. Az is egy picit hígít rajta. És akkor most lesz az, hogy a fakanalat fölváltja a keverőgép. Ez könnyebbség. Elkezdjük dagasztani a géppel. Először csak alacsony fokozaton, amíg összekeverjük. Mindig egy kicsit följebb vesszük. Aztán már lehet akár turbón is. Amikor már itt körülbelül félig megdagasztottuk, kikapcsoljuk egy kicsit, és hozzáöntjük az olvasztott vajat. Ez a fél kiló részhez körülbelül olyan 5-6 deka olvasztott vajat vagy margarint szoktam tenni. Ez most éppen margarin. És először csak lassú fokozaton, mert különben csapkod, addig, amíg beveszi magába ezt a margarint. Az a lényeg, hogy jó hólyagosra dagasszuk, amikor már lehet látni rajta a kis hólyagokat, akkor már lassan tész lesz. Jó, laza, könnyű tésztát kapjunk. Hát ez körülbelül olyan 10 percet vesz igénybe. Most már jónak mondom. És egy ilyen jó kis cipót formálunk. És hát nekem van ilyen kelesztő tálam, ebbe szoktam csinálni valahogy rá. Applikálom a tetejét. Azt mondják az okosok, a barátnőm legalábbis úgy szokta csinálni, hogy beteszi az ágyba meleg párnák közé, és akkor megtartja magának a saját melegét, és gyönyörűen meg fog kelni. Hát én ritkán teszem be az ágyba, én inkább valami meleg helyre teszem, hát nem a radiátorra közvetlenül, de radiátor fölé, mondjuk ide. Akkor itt száll fel a meleg, itt elég langyos van neki. És akkor sorsára hagyjuk olyan 1-1,5 órára. Amíg a farsangi fánk tésztája kell, addig elkészítjük a kolbászos krumpli levest. Hangsúlyozom, hogy nem ez az egyedüli üdvözítő módszer a krumpli leves készítése. Rengetegféle krumpli leves van. Én többek között ilyet is szoktam készíteni. Úgy kezdődik, hogy megpucoljuk a, hát most jelen esetben egy 4 szem krumplit, 2 közepes répát, meg egy petrezselyem gyökeret, és utána kockára fogjuk vágni. Krumplit képtelen vagyok hámozóval pucolni, a zöldségeket igen. Nos, a krumplit kisebb kockákra vágjuk.
érdekes volna, ha kutya bál volna, s farsangnak napján minden kutya bálba kutyagolna. Nagy kutya is, kis kutya is, kicsíp még a bolha. Komondor kényelmes, lassú táncot ropna, pulipali csárdás, ahogy megvan írva, sötét szőre bozontja a szemébe lógna. Csau, csacsacsázna, a foxi bokázna, a többi vénkutya meg leülne a hóba. Karikára vágva, amit már előzőleg lemostam forró vízbe, hogy könnyebben tudjam leszedni a bőrét. Föllazul alatta lévő zsírréteg, és akkor egész könnyű leszedni róla. Beleteszünk akkor még, ami nagyon fontos, 200 zellert, zellerzöldet. Lehet beletenni zeller gyökeret is, de az nekem most nincs itthon. A zeller viszont nagyon jó harmonizál a krumplival. Hát télen fagyasztott zellerlevél kerül bele, ugyancsak fagyasztott a zöld paprika, vagyis hogy a sárga paprika, viszont friss az erős paprika, amiből szintén teszünk egy darabot. És akkor egy kis paradicsomot is teszünk bele. És van itt még egy csokor petrezselyem zöld, amit majd menet közben fogok hozzátenni. Ízesítőnek lehet tenni bele egy kis piros aranyat, vagy valami ahhoz hasonló paprika krémet. Természetesen sót, nem túl sokat, mert a kolbász is sós, majd menet közben utána sózunk. És akkor ezt az egészet fölengedjük vízzel, és alágyújtunk neki a tűzhelyen. Tehát összevágom a petrezselyem zöldet, és majd még ezt is belerakom, de egyszerre csak a felét fogom beletenni, majd mielőtt már kész lesz, azelőtt teszem bele a másik felét, hogy még az a jó friss íz benne lehessen. Aki szereti, az fokhagymát is tehet bele egy gerendet, nem kell túl sokat. És akkor lefedjük, fölforraljuk, és hát körülbelül egy 40 percig lehet ezt főzni, 40-45 percig. Közben megnézzük, hogy jó-e az íze, ha kell, utána sózunk egy kicsit, egyébként másokon nincs vele, majd a végén be fogjuk rántani egy vékony rántással. Amíg a krumpli levesünk fő, addig előkészítjük a szezámos csirkemellet. Én két fél csirkemell filét készítettem elő, most ezeket felszeleteljük vékonyra. Az első szeletet, ami van ilyen kis hártya, ezt beszoktam vagdosni egy kicsit. És aztán így ferdén ilyen kisebb szeleteket vágok belőle.
és aztán egy kicsit enyhén azért kitrófoljuk. Van, aki ezt fólia között szokta, hát én nem szoktam, mert annyira azért nem verem szét. Csak épp egy picit, hogy puhítsuk a rostjait. Amikor ezzel megvagyunk, akkor mindegyik hússzeletet besózzuk. Nem nagyon, enyhén csak. Kicsit bele masszírozgatjuk a szeletekbe. Tulajdonképpen, aki rántott húst tud készíteni, az ezt is el tudja, mert semmi másban nem különbözik, mint a panírozásban, de ugyanúgy lisztbe, tojásba fogjuk először mártani, és harmadszorra szezámmaggal kevert finom zsemle morzsába. Nos. Meg vagyunk a besózással. Most következik akkor a panírozás. Előkészítettük a panírozáshoz a hozzávalókat, tehát lisztbe, felvert tojásba és szezámmaggal kevert zsemlemorzsába fogjuk forgatni ezeket a besózott csirkemellszeleteket. És akkor elkezdjük a beforgatást. Tehát ezt azért minden gyakorló háziasszony tudja nyilván. Jól lecsorgatjuk a tojást. Következő lépésben megkeverjük a mézes mustáros mártást, ami semmi egyébből nem áll, mint mézből és mustárból. Körülbelül kétszer annyi méz, mint amennyi mustár. Mondjuk teszünk két evőkanál mézet, azért egy ilyen adaghoz nem kell olyan rengeteg. És akkor a két evőkanálnyi mézbe egy evőkanálnyi mustár. És ezt elkeverjük. Ennyi az egész tulajdonképpen. Egy nagyon kellemes, pikáns, édes kis savanykás hideg mártás, amit majd a húsra fogunk csorgatni. Nem kell nagyon barnára pirítani a rántást, csak ilyen világos zsemle színre. És teszünk bele egy kanálnyi piros paprikát, és akkor ezzel már nem igazán sütjük, nehogy megégjen a paprika, hanem mindjárt fölengedjük hideg vízzel. Az fontos, hogy hideg legyen a víz. És el is zárhatjuk alatta már a gázt. Amikor simára kevertük a vízzel a rántást, akkor beleöntjük a levesbe, folytonos keverés közben. És ezzel már nem kell sokáig forralni, csak amíg megfő benne a liszt 1-2 percig.
Beletesszük még a maradék petrezselyem zöldet. Jó friss íze legyen. És meg is kóstoljuk, hogy elég sós-e, elég ízletes-e. Jancsi Bohóc a nevem. Cintányér a tenyerem, orrom krumpli, szemem szén. Szeretném, ha szeretnél. Velem nevetsz, ha szeretsz, ha nem szeretsz, elmehetsz. Szívem, mint a cégtábla, ruhámra van mintázva. Kezdődik a nevetés, 10 forint a fizetés. Ha nincs pénzed, ne neves. Azt nézd innen, eltehess. Úgy tűnik, hogy szépen megkelt a fánk tésztánk. Lisztezett deszkára kiöntjük. Kicsit szoktam neki segíteni. Hát elég rendesen alá kell lisztezni, nehogy oda ragadjon, és nem kell nagyon vékonyra nyújtani, úgyis még fog kelni. Hát körülbelül egy olyan újnyi vastagra. Kicsit elnyújtjuk. És aztán a fánk szaggatót belisztezve szaggatunk belőle fánkokat, amiket ide a deszka szélére rakunk, mert még kell neki egy kicsit kelni, amíg kisütjük. Abból már nem fánkokat szoktam csinálni, hanem a nagymamám csinálta így, hogy azt mondta rá, hogy ez a baba. Sodort belőle egy ilyen rudat, és akkor ezt így összecsavargatta. Így lesz két babánk. Ezt valamikor a gyerekek kapták mindig. Ez egy kicsit kisebb baba lett. Na, kész. És akkor ezt most letakarva hagyjuk még kelni körülbelül egy 20 percig. Szépen megemelkedik.
Közben itt már előkészítettük a hasábburgonyát, megpucoltuk, fölvagdostuk. Célszerűbb először a krumplit elkészíteni, mert az tovább fog sülni, mint ezek a kis vékony húsok. Bő olajba sütjük. Közben belerakjuk a húsokat is a serpenyőbe, közepes lángon, nem kell nagyon forró. Ezzel nem kell variálni, hogy fedő alatt, meg fedő nélkül, mert ez úgyis pillanatok alatt készen van. Csak azért arra kell vigyázni, hogy nem szabad mindjárt nagyon erős lángon, nehogy megégjen. A szezámmag az különben is hajlamosabb a égésre. És amikor már ilyen kicsit kellemes aranybarnára, aranysárgára sült, akkor kiszedjük lecsöpögtetve. Láthatjuk, hogy mennyivel hamarabb megsült, mint a krumpli. Ehhez az ebédhez a birsalma kompótot én magam raktam el, itt rá van írva még 2017-ben. Azóta se termett annyi birsalmánk, mint akkor, nem győztem csinálni a befőttet lekvárt, meg birsalma sajtot. Azóta meg ki tudja miért, de szinte egyáltalán nem terem. Amikor már még egyszer megkelt a fánkunk, és úgy gondoljuk, hogy már szeretnénk sütni, akkor teszünk étolajat a sütőedénybe. Na most azt elmondom, bemutatom az én kedvenc lábasomat, amit itt találtunk a házban, amikor vettük, itt hagyták az előző lakók, és én beleszerettem. Olyan csúnya, amilyen csak tud lenni, de olyan kis kényelmes, és ebbe pont 4-5 darab fánk bele szokott férni, nem kell hozzá túl sok étolaj, úgyhogy én ebbe sütöm. Nem azért, mert van szebbedényem is, de a fánkot ebbe szeretem sütni. Serceg a zsír, sül a fánk, ócska piros lábaskából ragyog rá. Illatozik, nő, dagad, az orrunkat csiklandozó jó falat. Már a tálon a sok fánk, fehér cukor felhő alól nevet ránk. Ránk nevetés integet. Itt a farsang, vidám farsang, gyerekek. Vízkeresztől 40 napig mulatoznánk birkadatig. Farsang faggyal érkezett, tánccal temettünk telet. Farsang fánkja illatozik, orrunk, gyomrunk vágyakozik. Nagy bőjt előtt farsang farka, hacacári 3 napra. Kövér csütörtökre már véget ér a karnevál. Nagy bőjt után fogyókúra, jövőre meg kezdjük újra.
EFOB 12917-2017-15-ös azonosítószámú projekt keretén belül a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása, valamint a család és a munka összeegyeztethetőségének elmozdítása érdekében szemléletformáló rendezvényeket tartottunk mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára. Az előadások, tájékoztató napok és fórumok keretein belül a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontását, a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését, a munkáltatók és a munkavállalók térségi szintű, szorosabb együttműködésének kialakítását erősítettük. A résztvevők továbbá részletesebben megismerkedhettek az atipikus foglalkoztatási formákkal, azok előnyeivel és jogszabályi hátterével. Kommunikációs és szemléletformáló rendezvényeinkkel több mint 1000 embert tudtunk elérni, akiknek több mint 3/4 nő, így a projekt teljes mértékben sikeresnek bizonyult. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával. A Presszót látták, most a Forgószínpad színházi magazin következik. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! Jó estét kívánok! A színházak a nyáron a gyermekekre is gondoltak. A mai adásban a dráma és a komédia mellett több nekik szánt szórakoztató vagy elgondolkodtató darabot is hozunk. Induljon a Forgószínpad, a helyi televízió közös színházi magazin műsora. Különös helyszínen a Nagyerdei stadionban mutatja be a Debreceni Csokonai Színház Shakespeare Hamletjét. A színészek ráadásul egy üvegfal mögött játszanak, a nézők pedig fülhallgatón hallják őket. Mondom, vigyázz! Ő nagy ember, nem dönthet egyedül. Megköti őt, hogy hova született. Választásán a teljes államegészsége múlik. Ha azt mondja, szeret, légy okos. És pont annyit higgy belőle, amennyit ő sajátos helyzetében valóra várhat. A Csokonai Színház balettermében kezdődtek a Hamlet című előadás próbái még júliusban. A darabot a Londonban dolgozó és ott tanuló Éri Franciska rendezte. Ez az első munkája itt a városban. A gyász fontos hangsúlyt kap az előadásban. Igen, sem kopott a cipő, amelyben apámat temette. Ez pedig már a Nagyerdei stadion üvegfallal borított része. A próbák itt folytatódtak, ugyanis ez lesz a helyszíne a Hamlet bemutatójának. Nagyon különleges helyzetben vagyunk, ugye az, hogy a stadionban játszhatunk, ez egy fergeteges élmény, és nagyon más, mint természetesen, mint a színház berkein belül dolgozni, úgyhogy én nagyon izgatottan vártam. A színészeknek egymástól is távolságot kell tartaniuk, nem csak a közönségtől, ez számukra is igen szokatlan. A formabontó előadás a vizualitás mellett főként a hangokra fókuszál. Ilyen speciális fülhallgatók segítségével hallhatja majd a közönség a színészeket, akik az üvegfal mögött lesznek. Én nagyon élvezem. A másik, amit nagyon élvezek, hogy rajtunk van egy ilyen port,
és ezért lehet nagyon halkan beszélni. Ez egy tök izgalmas játék. Ugye a színpadon állandóan kell ordibálni, nagy gesztusokat csinálni, itt meg lehet nagyon finom mimikákat csinálni, és nagyon tiszta, természetes hangokat megütni, és ez egy nagyon izgalmas feladat. Azonban ez nem marad így végig, mivel ez egy úgymond promenád sétáló színház. A darab több helyszínen játszódik majd, így a színészek és a történet viszi tovább a közönséget is magával. Elindul egy színész, és azt mondja, na jöjjenek, mindenki egyszerre mozog, mert érdekli a sztori, menni akar utána, és ez igazából egy ilyen közös játék színész és néző között. Amire szerintem most egyébként ezután a nagyon furcsa helyzet után, és ami talán újra felbukkan, nem tudjuk, most igazán szükség van rá, hogy ez a közösségi érzés, ez a színészekkel való együttműködés és ez a kapcsolat, ez szerintem most nagyon fontos. Az előadás műhelyszerűen állt össze, a színészek sokszor saját ötleteiket, gondolataikat is beleviszik a darabba. Egészen rendhagyó a szöveg, igen. Nagyon belenyúltunk, ugye le is kellett eléggé kurtítani, kevesebb a karakter benne, és műhely munkaként kezdődött. Igazából nem tudok eleget mondani az itteni színészekről, hihetetlenül nyitottak, remek kreativitással rendelkeznek, olyan világokat, olyan nézeteket hoztak a próbaterembe, hogy igazából belőlük épült ez az előadás. Minden, amit látni fognak ebben az előadásban, az ez a nagyon-nagyon erős társulat hozott az asztalhoz, úgyhogy igen, egészen a mi Hamletünk lett. A fő inspirációt a koronavírus adta. A produkció úgy készült, hogyha újabb szigorítások lépnének érvénybe, akkor is mindenki biztonságban legyen. A színház próbált igazodni a világban zajló eseményekhez, és igyekeztek ebből a lehető legjobbat kihozni. Azt az igazgatói pályázatomban is leírt alapelvet, hogy a fiatalság erő, szerettük volna mindenképpen itt is megmutatni, hogy mennyire reaktívan és tényleg innovatívan próbálunk ahhoz hozzáállni, amilyen a világ most is, ahogy változik. Jegyeket csak elővételben lehet vásárolni az előadásra, ugyanis a nézőszámot 50 főre korlátozták. Az idei Csonka szabadtéri évadban is volt azért prózai előadás. Molière egyik legismertebb komédiáját eredetileg 2 éve mutatta be a Rögpalota alkalmi társulata a Kávária Sugárúti szabadtéri színpadon. Ezt az előadást vitték most át a Tisza másik partjára, az Újszegedi Ligetbe. A nagy francia komédiás szövegét Parti Nagy Lajos magyarította újra. Nyelvi sziporkái a színészeknek igazi kihívást jelentettek. Te szennek állíts oltány! Narancsájú sred! Ceterum censeo! Most már elég volt az alacsonyságból. Miért akarják ettek, hogy bűszedsága fogok kerítését menten kiverjem a szellem erejével? Méltóságos uram, így kondíciókkal egyetlen percig sem marad őze házban. Molière szöveghez nyúlni csak akkor érdemes, hogyha azok friss szövegváltozatok, hogyha azok újra átgondolt, és ha úgy tetszik, újra fordította. Esetünkben Parti Nagy Lajos nem csak hogy fordítást, hanem tudom, hogy átiratot készített belőle. Ez alkalmas arra, hogy a ma emberéhez közel vigyük, illetve egy picit el is távolítsuk, hiszen Parti Nagy Lajos egy valódi nyelvújító, hogyha úgy tetszik, nagyon sok olyan furcsa szót, olyan furcsa érzetet kelt, amit nem is tudjuk pontosan, mit jelent, hanem valójában csak az asszociációkat, aki kivérmérséklet szerint tud reagálni. Ez nekem rendezőként nagyon izgalmas, hiszen pontosan azokkal a érzetekkel dolgozik, amire a színpadi megvalósításon is én magam is törekszem. Nehézség is, tehát hogy megtaláld, hogy jó ritmusban mond, hogy a hangsúlyokat a helyére tett, hogy a gondolat meg legyen mögött, ez szerintem az nagyon fontos. Tényleg nagyon leleményes a szöveg, és hát volt vele munka bőven. Hogy lehet, hogy kell jól mondani olyan szavakat, amelyek még nem is léteztek idáig? Azt honnan lehet tudni? Hát én úgy csináltam, hogy elolvastam egybe sokszor egymás után, és megnéztem, hogy mit akar ezzel közölni, mit akar mondani maga a szerep, mit akarok mondani én ezzel, és az segített, hogy a helyére tegyem azokat a szavakat is, ami számomra ismeretlen volt. Hogy tesztek andni a művészecském? Volt-e magam lenszőlőlágy kenyér? Na-na! S mit alkotantunk a búcsát cicerélvén? Hogy áll az a kapella, Paganini kém és te, Kisková, mi ott koreográföltél? Valami ugri-bugrit, vagy lassú? Megint? Ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit. Uram, hisz minden csak arányok kérdése. Aranyokat akartál mondani? Talán! Ó, nem.
egyáltalán nem aktuális. Hát olyan nehéz nyelve van, amit a Parti Nagy Lajost kitalált, hogy abban teljesen aktuális, hogy mire fölfogja valaki a nézőtéren, vagy akár mi színészként, hogy mit mondunk, addigra már újabb 5 mondatot elmondtunk. Nagyon ravaszul van benne egyébként az aktualitás, mert úgy tűnik, mintha ilyen örökérvényűbe lenne behúzva, de mivel ez az átirat, amit Parti Nagy Lajos készített, egy olyan nem létező nyelven szól, ami megerősíti ezt az örökérvényességet, ugyanakkor pedig szerintem megkönnyíti azt, hogy ráismerjünk anélkül aktuális dolgokra, hogy különösebben kiszólnánk, és ez egyébként elő se fordul, tehát ilyen összekacsintós, meg cinkosos, meg nem tudom, ilyen behavatós, hogy akkor tudod, kiről van szó, meg tudod, miért, ilyen nincs benne. Az egész az használható úgy, mint egy alap, ami akár erre a korra is érvényes. Nem tudom, hogy kell, lehet-e valahogyan játszani, vagy csak úgy lehet egy darabot játszani, ahogy van. Mi szerintem egy kicsit újra is értelmeztük, így játékstílusban is. Ácsi! Ácsingó moderátó! Szép ez biztosan, bár műkedvelem én nem vagyok talon, és mondjuk nem tudom, hogy mélységszinten magas rögtű-e, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy szép, azt annyi. Ki írta? Én, uram. Csak ugye, másfelől, ha megkérdezhetem, miért így gyászos, nyavajkos, szomorás, buzd rámba a börtönt? Archetípusokkal dolgozik, és az ember, a jelleme, az emberi személyiség, az alapproblémák, azok nem változnak, azok időről időre kiállják a történelmi időket, ha úgy tetszik, a remek műveknek ez a sajátossága. Nem okozott problémát, ha arra gondolunk, hogy aktualizálásra késztetett, vagy nem, mert önmagában az én színházi gondolkodásom az aktualizálástól messze van. Az nem izgat, ellenben nagyon izgat az, hogy ilyesmivel foglalkozzunk, ami az emberiséget általában a létezésében, a humánumot megkísérti és foglalkoztatja. Olyan, mintha egy nyelvet, azt amiközben mondod, a közben tanulod. Az én szövegemben elég sok visszatérő elem van, mondjuk amivel szidom a Szabót, legalább 4 jeleneten keresztül, mire megjön, és ott többször visszatér mondjuk egy ilyen mondat, hogy ó, hogy capcarázna meg téged a kegyes fennvaló. Na most a capcarázás, én ezt hallottam gyerekkoromban, az ilyen Lobkovics, tehát úgy, ezt elcapcarázom, az ott szabadon maradt, az, a capcarázna meg téged a fennvaló, ennek így nem nagyon van értelme, de szerintem jól hangzik. És akkor ilyenekből még van sok, hogyha csak kerülj a szemem elé a pont-pont-pontodat letépném, Isten úcs. Tehát, hogy van az is, amire azonnal ráismersz, és van az is, amin így meghökkensz, vagy leakadsz, és van olyan szóhasználat is, ami valóban teljesen egy kifordított. Vagy úgy, a bók, ha idegre... Menj munkája! Utassad, jó megjegyző vagyok. Nos, legelébb is hátralép kegyelmed. Közben meghajlik mélyen szélesen, majd előre szökel 3-szor zergemód, és közben földig hajol, de legalábbis a hölgy térdje kalácsáig, Millepár Donátóval szabad magamat íjképpen kifejezni, és e pózban marad, amíg a... Itt a vívómester. Á, a vívómester! Ma a kertben lesz az óra és labóra. Örvendezünk rá, adjuk meg a testnek, uram, mi a testé. A vívás, mint olyan naturaliter, a tánc előszobája. Nagy sikerrel játsszák a Hasonmásokat a zalaegerszegi Kvártélyházban. A Revue Musical július végi ősbemutatója óta több teltházas előadást tartottak. A 70-es években játszódó történetet a korszak ismert slágerei színesítik. Csak egyedül járom az utcát, furcsa zajlat. Ma sem, sosem jut el hang sok álmatag ablak mögé. Megint, bár köszön a pék, de gyanakvon néz a rendőr.
Fülbemászó dallamok, amelyek minden generáció számára egyaránt ismertek. Ezek is segítenek abban, hogy a társulat megidézze azt a semmivel sem összetéveszthető atmoszférát, ami a rendszerváltozás előtti évtizedek sajátja volt. A rendszerváltozás előtti kor az engem nagyon, nagyon izgat, de nem csak engem, mert úgy tűnik, hogy a nézőt is. Tehát, hogy az elmúlt előadások, akár a Szép nyári nap, akár a Hotel Mentor sikere, akár a Seres darabunk, a Szomorú vasárnap sikere, ami szintén azért azzal foglalkozik, hogy mi történt Magyarországon a második világháború és a rendszerváltozás között. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kor. Ez nagyon izgalmas kor, ami nincs megénekelve még, nincs pontosan megfogalmazva, nincsenek közérthető művek erről, vagy nem forognak közkézen ezek a közérthető művek, ha vannak is. És nagyon-nagyon izgalmas az, hogy ez a jópofának gondolt Kádár diktatúra, vagy ez a legvidámabb barak hogy is működött. És ez a darab is abszolút alkalmas arra, hogy ebbe betekintést nyújtson. Ráadásul olyan dalok vannak benne, amik ikonikusak, tehát akár a Száguldás Porsche szerelem, akár a 20 év múlva, akár a Halvány kék szemek, Nagy Tibornak ezek a slágerei, mind olyanok, amiket mindenki ismert. A történet egy kisvárosban játszódik, ahol semmi és senki nem az, akinek látszik. A főszereplők örömmel fogadták a felkérést. Hát amikor ez a felkérés megjött, akkor én Bécsben építőmunkásként dolgoztam a pandémiának köszönhetően, hogy ne legyen az a kiesés meg, amit évek alatt nem tudom. Megvoltak, és meg nem büdös a munka, ezért kint voltam, és édesapámmal dolgoztunk egy építkezésen, és azt hiszem kb. Nem tudom, a harmadik tonnát pakoltuk fel aznap, azt hiszem a negyedik emeletre, amikor leültünk, és akkor mondom, hogy jó, akkor elszívjuk egy cigit, és akkor jött a telefon, és akkor mondták, hogy a padlásban lenne egy a rádió szerepe, hogy elvállalnám, és mondtam, hogy nagyon szívesen. Leraktam a telefont, majd hívtak körülbelül 15 perccel később, hogy és lenne itt még egy másik szerepés, és akkor mondta, hogy Posgai Zsolt és a Nagy Tibornak a közös szerzeménye lenne, és jön be szintén egy főszerepet, hogy akkor elvállalnám már egybe ezt a két darabot egy ilyen csokorba, és mondtam, hogy persze, nagyon, nagyon szívesen. Akkor még nem nagyon beszéltünk feltétlenül arról, mi elmondtam, hogy hasonmások, ezek a dalok, mondtam, de szuper ez a stílus, amúgy is tetszik, közel áll hozzám, szeretem is. És akkor igazából ennyi volt, és utána kb. Másfél héttel később jött a szövegkönyv, és amikor ezt olvastam, akkor azt mondtam, na jó, de szuper, hát ez óriási ez a sztori. Hasonmások címmel azt gondolom, hogy ha ez nincs is feltétlenül kimondva, de azt gondolom, hogy a szerepem leginkább a Komár Laci és az Elvis Presley stílusához közelít a leginkább. Tehát az a fajta lazasság, meg mondjuk az akkori 70-es évekbeli nem tudom, szabadság a zenében, amiket ők is hirdették. Én azt gondolom, hogy talán őket tudnám, azt gondolom, hogy ők ketten írják le azt a karaktert, amit én játszom. Mindig nagyon kedvemre való feladatokra jövök vissza. Szerencsés is vagyok, meg nagyon szeretnek szerintem engem, mert mindig nagyon jó feladatokkal kínálnak meg. De Pesten is nagyon jó feladataim vannak, csak ott teljesen más körülmények között. Ugye egy nyári színház mindig könnyedebb, az egész próba folyamat könnyedebb. Ott azért egy feszített tempó van, rengeteg előadás, amin helyt kell állni, ott mindig egy olyan profizmust kell hozni, amiért ott a néző azért fizet, hogy minden este ugyanazt a hát, hogy is mondjam, hatalmas körülményekkel, csillogással minden ellátott előadást kapja. Itt komolyan vesznek nekünk. Aha, és ott a politik az asztalon egyből fizetnek a hat után. De nem a körökben. Igen, mert jó a buli. Minden feladat szakmailag kihívás, ez is. Itt főleg a dalok voltak azok, amik ilyen szempontból egy kicsit izgalmasabbak voltak, de mivel ez egy ősbemutató, így mindannyiunknak izgalmas volt minden feladat, hiszen Magyarországon először mutattuk be ezt az előadást, és hát az izgalmas volt, hogy az alkotók, akik eljöttek a premierre, vajon elégedettek lesznek-e, tetszeni fog-e nekik, de hála jó Istennek, hogy nagyon-nagyon boldogok voltak, nagyon tetszett nekik az előadást, többször is megnézték, úgyhogy így aztán azt gondolom, hogy jól helytáltunk.
Érzékeny, ugyanakkor többnyire elhallgatott témák, a gyermekek szexuális bántalmazásának problémáját járja körül a Mesebolt Bábszínház, a Vojtina Bábszínház és a Kőszegi Várszínház közös produkciója. Legyenek itt üdvözölve, kik jegyüket megváltották! Művészetünk már csodálták, vikingek és hottentották! Néző szájmat átva marad, személyesen garantálom, szerényen csak megjegyezném, nincs jobb cirkusz a világon! Már is itt van első számunk, fogadják sok szeretettel a két izomházi testvér néhány világhírű trükkel! Kisiskolásoknak szól a darab, melyet Paulik Móni és Vince Zsuzsi könyve alapján Veres András írt bábszínpadra. Évek óta vannak olyan előadásaink, amelyek, hogy úgy fogalmazzam meg, nem probléma megkerülő, hiszen beszéltünk már a családi titkokról, a holokauszton keresztül, a Tamás könyvében beszéltünk az elmúlásról, a halálról, az Oscar előadásban gyerekeknek, általános iskolás, negyedikes gyerekeknek, felnőtt ifjúsági nézőink a fedél nélküliség létéről, a Boldog Herceg című előadásunkban. Tehát ennek érzékenyen próbálunk a rendezőinkkel keresni olyan témákat, amelyek fontosak lehetnek mind a gyerekeknek, mind a nézőink, a felnőtt nézőinknek. Így találtunk rá a Lili és a bátorságra, amelyik a gyerek-felnőtt viszonyon belül nehezen mondja ki az ember, de a gyerekekkel szembeni abúzusról szól. Nagyon, nagyon finoman, nagyon árnyaltan, nem didaktikus módon, de nagyon, nagyon fontos dolgokat megfogalmazva maga az alapregény is. A történet egy vándorcirkuszban játszódik, Lili itt él a társulathoz tartozó édesanyjával. Legjobb barátja a bűvész, ám éppen ő az, akinek Lili az áldozata lesz. A nyomasztó titok miatt a kislány szégyenkezik, és sokáig nem mer segítséget kérni. A darab azonban arra bíztat, hogy a gyerekek mondják el, ha bántás éri őket, merjenek nemet mondani, a felnőttek pedig vegyék észre, hogy baj lehet. Nagyon sok gyereknek lehet, hogy ez majd megmarad, ez az előadás, valami olyan ha csak a kis agyába ott marad, hogy igen, láttam ebbe az előadásba, hogy mondjam el anyának, vagy szóljak valakinek, vagy merjek erről beszélni, akkor már azt gondolom, hogy már nagyon sokat nyertünk. Az előadáshoz játékos feldolgozó foglalkozás is kötődik, amelynek az a célja, hogy a látottakról, a felmerülő gondolataikról, érzéseikről drámapedagógusokkal válthassanak szót a gyerekek. Amikor majd ide beérkeznek a csoportok, mert hogy mindig egymást jól ismerő iskolai osztályok vagy csoportok fogják nézni az előadást, akkor az előadás előtt egy pici ráhangoló foglalkozással várjuk őket, utána megnézik az előadást, és közvetlen az előadás után egy úgynevezett feldolgozó foglalkozás veszi majd kezdetét, ahol egy-két központi gondolatával fognak foglalkozni az előadásnak. Tehát gondolok itt például a bátorságra, mint olyanra, vagy a felnőttekkel való kapcsolatra, a felnőttekkel való beszédmódra. Mindezt nagyon játékos formába, tehát mivel általános iskola alsó tagozatosainak szól az előadás, ezért készülünk a korosztály specialitásaira és jellemvonásaira. Tehát egy játékos, lendületes, őket sokszor akcióba, játékhelyzetbe, dramatikus játékhelyzetbe helyező foglalkozásra kell gondolni, tehát nem körbeülünk és beszélgetünk velük, hanem játszunk, olyan módon játszunk, ahol elmondhatják közben persze a gondolataikat, érzéseiket. Miért fontos, hogy ez a foglalkozás megtörténjen? Semmiképpen nem szeretnénk azt, hogy az előadásról alkotott gondolataik, véleményeik, érzéseik bennük maradjanak, vagy ne kerüljenek kimondásra abban az esetben, hogyha szívesen kimondanák őket. Tehát igazából
Minden ilyen foglalkozásnak az a lényege, hogy a színházi előadásról beszélünk valójában, tehát senkitől nem várjuk el, hogy magáról beszéljen. Mi a színházi előadás kapcsán fogunk játszani, beszélgetni. Tehát itt egyfajta védett távolságtartásban van önmagától, mert Liliről fog beszélni, vagy éppen a bűvészről, vagy éppen az előadás egyéb szereplőiről, és ezen keresztül természetesen, hogy megfogalmazza a gondolatait, mégiscsak a saját világról alkotott, vagy önmagáról alkotott képét fogja megfogalmazni. Felmérések alapján minden ötödik gyermek szenved el olyan bántalmazást, amelynek során a felnőtt visszaél a hatalmával. Tudod mit, Lili? Van egy jó ötletem. Én is megújok veled a ládába. Azt nem tiltja a varázs, igen. Köszi. Nagyon nehéz napok vannak mögöttünk, ahogy ezzel a témával kellett foglalkozni, illetve interjúkat hallgattunk olyan emberektől, akikkel ilyen bántalmazás történt. Tényleg igazán össze kellett zárni, és egy csapatot kellett alkotni, és egy véleményt kellett megfogalmaznunk közösen, és nyilvánvalóan elutasítani ezt a fajta közeledést, bármiféle ilyen közeledést vagy bántalmazást. Ezért volt nagyon, nagyon más, mert nagyon sokszor belülről dolgoztunk, belülről kellett ezt feldolgozni emberileg is, és nem, nagyon nehéz volt kizárni az emberi részét, és csak színészből dolgozni. Az előadásból is látszik, és lehet ez is egy példa, hogy olyan hirtelen tud váltani egy felnőtt már rossz irányba, hogy az nagyon nehéz felismerni egy gyereknek. De talán azt el lehet ültetni, hogy amit már nem szeretne, amit már nem akar, ha nem is tudja konkrétan megfogalmazni, arról mindenképpen beszéljen. Arról mindenképpen tájékoztasson valakit, merje elmondani, és ez egy kicsit úgymond, ha megnézik ezt, mert szülők, felnőttek, nekik is egy picit példa arra, hogy hogyan tudnak jól bizalommal a gyermek felé fordulni. A Bábszínház azt tervezi, hogy a Lili és a Bátorság című előadáshoz kapcsolódóan egy a témához kötődő ismeretterjesztő kiadványt is megjelentet. A szokásosnál korábban már augusztus elején elindult az új évad a Szolnoki Szigligeti Színházban. Igaz, egyelőre nem új darabokat játszanak, hanem a tavasszal elmaradt előadások egy részét igyekeznek bepótolni. A Mátyás király juhász a gyermekelőadás, de az egész család számára kellemes nyári kikapcsolódást ígér. Figyeljünk oda, hogy a zenéket próbáld meg időbe beadni, mert mivel nagyobb a terünk, ezért a díszítőknek egy picit kapodni kell a lábát. Néhány utolsó instrukció hangzik még el a rendezőtől, mielőtt megkezdődik a másnapi előadás előtti összpróba. A Mátyás király juhásza című mesejátékot több mint 20 alkalommal játszották már a Szigligeti Színház színészei, utoljára azonban március közepén. A hosszú kihagyás miatt egy kicsit, mintha megint a premierre készülnének. Úgy vagyok, mint annak idején, amikor először léptem színpadra, hogy te jó Isten, mi lesz itt. Ráadásul új helyszínen játsszuk ezt a darabot, ugye eddig a színműhelybe ment, sokkal kisebb térbe, és most döbbenten nézem ezt a hatalmas nagy teret, amit majd be kell járni, hát kíváncsi vagyok. Nem szoktam így magammal vinni a példányt, meg tehát úgy érzem, hogy ha így megvan, akkor az így vissza fog jönni, meg majd a mozgással, meg mindennel együtt, és most nem azt mondom, hogy most direkt nem néztem át, de úgy érzem, hogy így kíváncsi vagyok, tehát most várom a próbát, hogy mennyire rögzült be. De én bizakodó vagyok, szerintem vissza fog jönni. Jékeli Zoltán mesejátéka az igazmondó juhász jól ismert történetét dolgozza fel, újszerű dramaturgiával és egyedi nyelvi játékossággal. Bár a gyerekdarabok esetében napjainkban egyre több az interaktív, a közönséget is bevonó előadás, Molnár László rendező szerint a népmesék hagyományos formájukban is helytállnak, akár óvodás, akár felnőtt a néző. Nagy csoportos kortól folyamatosan jöhetnek, és onnantól kezdve a 99-ig, de ez nem viccelek, ez tényleg, tehát a felnőtt közönség legalább annyira értékeli, mint a gyerek. A tapasztalatom az, hogyha klasszikus formát választjuk és abba visszük végig, semmi hiányt nem fog szenvedni se a gyerek, se a felnőtt.
se a színész, aki játsza. Tehát érdekes volt visszanyúlni a gyökerekhez, és abban a formában színpadra állítani ezt. Harmadszor is kérdem, kiálltok-e mindjárt? Vagy gondolkodtok három napig itt áll? Gondolkodtunk mi már, felségék, eleget. Következik most már volni cselekedet. Ám legyen. Sorskúzák! A próba szerencse! Kezdődik a játék, ült szava jelentse, húzza! Második vagy, húzza! A harmadik vagy. De vagy hát az első, maradj már is itt te! Két pajtásra vagy a tornácra mégyed, nehogy ő előttük érjen majd a szégyen. Az egyik kedvencem, amikor negatív szerepet, szereplőt alakíthatok, vagy negatív szerepet játszhatok, a Burkus királyt játszom ebbe a darabba, aki hát mindenféle ármánnyal ugye próbálja kicsalni ezt az aranyszőrű bárányt a juhásztól, míg a lánya ártatlanságát is akár latba véve. Tehát olyan igazi gonosz és gonoszkodó figura, mert azért ne felejtsük el, hogy ez mégiscsak egy mesejáték valahol, tehát az ember nem zsigerből gonosz, nem gonoszkodik, és olyan jó, ebbe lehet fülödni. A színészek szerint különleges dolog gyerekdarabban játszani, de kétségtelenül nagy felelősség is, hiszen a jövő közönségét nyerheti, vagy éppen veszítheti el ilyenkor a színház. A gyerekek pedig nézőként is könyörtelenül őszinték. Imádom, ahogy reagálnak, és hogy mindig egy ilyen izgalmas, mert ők nem, ha nem tetszik, akkor ásítanak, ha van véleményük, azt elmondják, tehát hogy én ezt nagyon élvezem, és egyébként ez a mese meg egy nagyon szellemes szöveg valójában. Itt inkább az a kérdés, hogy mi az a korosztály, akik ezt már úgy értik, mert most a Neóbégas és Nekántály több is vész majd még Mohácsnál, tehát hogy egyébként így percenként így pörögnek a nyelvi játékok, meg az utalások, meg szóval így elég sűrű, de azért szerintem a kisebbek is megtalálják azt a rétegét, ami számukra vicces, a nagyobbak pedig a nyelvi, tehát hogy ez egy nagyon mívesen megírt nyelvi játék. Megy a Burkus király, hordó hasán rezeg a háj, szemet húzott, orra veres, bizonyosan nagy részeges. És a lánya, Kunigunda, rajta cifra, úti bunda, gyémán ciklázik a sarkán. Inkább tündér, mint boszorkány. Csak ugyan, hogy szép a beste. Vigyázz, Dumágyás az eszedre. Lépcsőn lépve habarikába. Belebocott a kordjába. Kisi, hogy hasra esett. Szerfeles kihíros az eszed. Kunigunda begyönyörű, minden ujján egy-egy gyűrű. Akire a szeme villan, nem felejte hullájéknak. Hogy tudta így kették? Augusztusban 4 alkalommal tűzte műsorára a Szolnoki Színháza mesejátékot, amely remek családi program lehet, és talán némileg pótolhatja azt az űrt is, amely a járványidőszakban elmaradt előadások miatt keletkezett az idei színházi évadban. Ez volt a Forgószínpad, a Színházak és Városi Tévék közös műsora. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.